Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben az alapozó videóban egy újabb birtokos szerkezettel fogunk megismerkedni, pontosabban a birtoklás kifejezésének egy újabb módjával. Írjuk fel címnek, tehát legyen előttünk papír, füzet és toll vagy ceruza a kezünkben, és írjuk fel címnek, hogy have got, has got. Jó, tehát ez lesz a címünk. Have got, has got. Ez azt jelenti, hogy birtokolni. Valakinek van valamije. Jó, tehát birtokolni. Valakinek van valamije. Tehát ez egy ige lesz az angolban. Igeként fog működni. Két részből álló ige. Most ezt a beszédnyelben használjuk egyébként, ezt a have got, has got szerkezetet. Két részből áll, a have-ből és a got-ból. Jó, és akkor már is írjuk a mondatot. I have got a book. Ismételjük is. I have got a book. Én birtoklok egy könyvet, szó szerint nekem van egy könyvem. És az összevont alakot szoktuk nagyon gyakran használni. I've got a book. Ismételjük. I've got a book. Jelentése, nekem van egy könyvem. Én birtokolok egy könyvet, nekem van egy könyvem, így mondjuk magyarul. Tehát, ugye, alá is húzgálom, így. Tehát, I have got, én birtoklok, nekem van, hogy összevonva, I've got. És ez a gyakori. I've got a book. Jó? Majdnem minden személyben így mondjuk. Tehát I-nál, you-nál, we-nél, they-nél, több számú főnevetnél. Viszont a he, she, it-nél, tehát egyes szám harmadik személyben, és az egyes számú alanyokkal megváltozik egy kicsit. És azt mondjuk, hogy neki van egy könyve, az úgy lesz, hogy he has got a book. He has got a book. Ő birtokol egy könyvet. Neki van egy könyve. He has got a book. Összevonva, he's got a book. Így. He's got a book. He's got a book. Jó? Tehát, he has got, ő birtokol, neki van, és he's got összevonva. Jó. És akkor írjuk is fel, hogy egy listába. Tehát I've got, itt lesz, itt lent kisebbe. I've got, nekem van. You've got, neked van. He's got, she's got. It's got, neki van. Ugye az it's got, az még jelenti azt is, hogy annak van, ha tárgyról van szó. Jó, következő. We've got, nekünk van. Ismét, you've got, nektek van. És they've got, nekik van. Jó? Tehát ezt így írjuk fel szépen. Jó. Ha ez megvan, nézzük meg, hogy tagadjuk ezt. Hogy van tagadásban. Nagyon érdekes, ugye a angolban a not a tagadó szó, ezt bele szoktuk tenni a mondatba, az ige után, a ragozott rész után szoktuk rakni. Viszont ebben a szerkezetben, szintén utána tesszük, de egyből összevonjuk, jó? Tehát azt nem mondjuk, hogy I have not got a book, csak úgy szoktuk mondani, hogy I haven't got a book, jó? Tessék. Tehát I haven't got a book. Kapásból az összevont alakot használjuk, annál is inkább, mert ezt a szerkezetet beszélt nyelvben szoktuk használni. Így. Tehát I haven't got a book. Tehát kapásból összevonva használjuk. Jó, tehát I
haven't got a book. Ismételjük. Jó? Harmadik személyben. He hasn't got a book. Ezt is ismételjük. He hasn't got a book. Neki nincs könyve. I haven't got a book. Nekem nincs könyve. He hasn't got a book. Neki nincs könyve. Nincs egy könyve. Ugye a megszámlálható főnevek elé oda szoktuk tenni azt, hogy egy könyve. Magyarban nem tesszük oda, azt mondjuk, hogy neki nincs könyve. Jó? Tehát kapásból az összevont falakot használjuk. Haven't got és hasn't got. Jó? Tehát haven't got és hasn't got. Jó. Mi a helyzet kérdésben? Question. Írjuk fel. Question. Kérdés. Kérdés, ugye? Két részből áll ugye a szerkezet, have got, ugye akkor az egyik részt előre tesszük. És akkor neked van könyved? Van egy könyved? Azt úgy mondjuk, hogy have you got a book? Így. Ismételjük. Have you got a book? Jó. Írjuk szépen le. Jó, tehát elől van ugye a have, utána az, hogy kinek, pontosabban az alany, és utána a got, tehát előre került a ragozott rész, úgynevezett ragozott rész. Have you got a book? És rövid válasz. Yes, I have. Igen, nekem van. Igen, én birtoklok. Yes, I have. Tehát a have-et ismételjük meg. Vagy tagadóba. Nem, nekem nincs. No, I haven't. Nem, nekem nincs. No, mondjuk az alany, I, és a have-et tagadó alakban ismételjük meg. No, I haven't. Jó. Van neki könyve? Van neki egy könyve? Egyeszem, harmadik szemében. Has he got a book? Oké. Okay. Tehát, has he got a book? Így. Érjük le. Has he got a book? Van neki egy könyve. Birtokol ő egy könyvet. Jó, tehát a helyzet tetszük előre, az a ragozott rész. Jó, és rövid válasz. Yes, he has. Igen, neki van, igen, ő birtokol. Yes, he has. Vagy no, he hasn't. Nem, neki nincs, nem, ő nem birtokol. Tehát yes, igen, ő, az alany, he has, a has ismételjük meg állító alakban. Tagadásban pedig nem, no, he, ő, hasn't, és a has-t ismételjük meg tagadó alakban. No, he hasn't. Jó. Jó. Tehát ennyi volt maga a szerkezet, majd ezt még lehet kiegészíteni azzal, hogy nem beszélt nyelvben, egy hivatalosabb stílusban egy másképpen használjuk egy kicsit, de majd ezt akkor, hogyha mindenki megismeri az egyszerű jelenidőt, mert ott annak a segédigével lesz a kérdés és a tagadás, de most azt nem. Tehát ennyi. A következő videóban pedig ezt fogjuk egy kicsit gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmet!